az pedig japán reklámok vs. animék, és animék vs. japán reklámok. Hát, hogy ez hogy fog kinézni, és mi fog ebből kisülni, azt hamarosan megtudjátok tőle az előadásából. Fogadjátok őt sok szeretettel és hatalmas tapssal! Köszönöm. Nagyon kedves kis felvezetés volt, ez volt a reklámhelye. Ha már úgyis animék és reklámok furcsa szövetségéről van most itt szó. Igen, ezt a témát hoztam nektek, mert nagyon érdekes, szerintem mindannyiótok találkozott már vele. Mind a reklámokkal, mind a japán reklámokkal, ugye animékben is, illetve azon kívül is több rétegben fogjuk itt átvenni gyorsanban, hogy mik is vannak, illetve példákat is hoztam nektek. Nagyon jó pofák lesznek, hogyha egyszer tovább megy. Jó, oké. Először is egy kérdés, hogy ti is utáljátok-e a reklámokat? Tegye fel a kezét, aki igen. Szerintem elég sokan vagytok ezzel. Így van, elég sokan fel is tettétek a kezeteket. Amúgy már egyébként egy ilyen bannervakságnak nevezett dolog is kialakult már itt, tehát például az online térben már sokkal nehezebben veszük észre a reklámokat, mert már megszoktuk őket, utáljuk őket, szóval, hogy így zárja ki az agyunk ezt a részét. Elég sokan vannak egyébként, akik utálják a reklámokat. Na. De hát, ugyebár a japán reklámokról nem lehet ezt annyira elmondani, igazán különleges módon működnek, ugyanis nekik az a lényegük, hogy megdöbbentsék az embert, meghökkentsék, és ezzel hívják fel az adott szolgáltatásra vagy termékre a figyelmet. És ugye nyilván az animékben is előfordulnak, hiszen nem is gondolnánk, de hihetetlenül költséges mulatságok az animé, akár több száz dollárra is tehető egyetlen résznek az elkészítése, tehát több milliós tételekről beszélünk egyetlen, akár 13 részes sorozat esetében is. Egyébként mondják is, hogy például a bentó dobozok és a szemek megrajzolása, amik a legeslegköltségesebbek, konkrétan a költségvetés elvileg 10%-át fedik le. Úgyhogy becsüljük meg ezeket, főleg, hogyha egyszerre van mondjuk a bentos doboznak szeme is. Erre találták ki az átalakítható jeleneteket egyébként, hogy ezzel is kicsit faragjanak így a költségvetésből. Tehát, hogy könnyebben lehet ugye berakni karaktereket, vagy a háttereket cserélni, és ezzel tudnak egy kicsit spórolni, így az alkotók. De hogyha nincs mit tenni, és nincs elég pénz, akkor jönnek a szponzorok, vagyis a márkák és a termékek, amik megjelenhetnek többféle kapcsolatban, szövetségben az animékkel. Először is nem máshogy, mint amit talán mindannyian ismertek már, az az, amikor a reklámok az animékben jelennek meg, tehát hogy valamilyen termék vagy márka jelenik meg. Nem is csoda, hiszen az anime egy kifejezetten népszerű médiumnak mondható, hiszen ugye nem csak Japánon belül, hanem Japánon kívül is rengeteg helyre jut el. Körülbelül majdnem minden animében megtalálható ilyen fajta termékelhelyezés, vagy különféle szponzorációk, hogyha nincs is benne valamilyen termék, vagy márka, üzlet, vagy bármi, ami megjelenik, akkor is általában a szponzorok mindig ott vannak az animék kapcsán. És ezeknek a többségét amúgy mi is ismerjük, ahogy látható itt a példákból is. Ezt a mondatot szerintem mindannyian ismeritek, ugyanis már az animék elején felhívják különben a figyelmet arra, hogy termékelhelyezés, szponzoráció van az anime kapcsán. Szerintem mondom, ezzel már kb. Mindannyiótok találkozott. Itt az a lényege ennek a mondatnak lényegében, hogy ugye felhívják a szponzorra, az adott támogatóra és a termékeire a figyelmet. Sőt, amúgy meg is jelenítik képes formában, hogy melyikről van itt pontosan szó, ugye mondjuk a Sony Music, vagy az Aniplex, stb. Tehát, hogy ezt is már konkrétan kihírják így az elején, és felhívják a figyelmet, hogy szponzoráció van ennél az animénél. A letöltések világában azért így sok animénél ez elveszi, tehát ugye most már azért kevesebb ilyen szöveget hallhatunk az animék előtt, de ez többségével csak azért van, mert a letöltéseknél sokszor kivágják a fanok, vagy már nem úgy kapjuk meg, vagy stb. De amúgy majdnem tényleg mindegyik animénél előfordul reklám valamilyen úton, módon. Sőt, egyébként
valamikor, valamelyik időben, pontos dátumot sajnos nem találtam, de még egy kutatást is végeztek azzal kapcsolatban, hogy melyik termékek vagy márkák, amik a legnagyobb részben, legnagyobb mennyiségben jelennek meg animékben. Ilyen például ez a CC Lemon, ami egy üdítő ital Japánban, nagyon népszerű. Többségével japán termékek és Japánban népszerű márkák, illetve hát ilyen termékehelyezések vannak. Például mondjuk azért kicsit nemzetközi, például a Starbucks is, ami kimondottan nagy mértékben megjelenik, az ugye a tizedik, vagy ott van például a Sony, ami szintén, de az is kimondottan népszerű márka Japánban. Tehát, hogy már ilyen listákat is készítenek, hogy mi az, ami a legnagyobb mennyiségben jelenik meg. Viszont nem csak mint termékelhelyezés és márka jelenhet meg valami olyan módon az adott cég egy animében, hanem lehet csak, hogy egy-egy rész szponzorál, vagy valamilyen speciális segítséget nyújt, és úgy támogatja az adott animét. Például a Pizza Hut ő maga több mint kb. 40 animét szponzorált már, ha nem többen, szerintem már több is van a mai napig. De ezek különféle úton, módon zajlhatnak, akár csak az Apple esetében, ami akár külön részeket is szponzorált, és itt értendő az is, hogy nem csak az, hogyha megjelenik az adott animében, hanem valamilyen módon szponzorálja azt, vagy egyet részt, vagy a háttérmunkát, tehát hogy rengeteg-rengeteg animében megjelennek a márkák, illetve hát ugye költségtámogatásként is. Például a McDonald's is, ami szintén ismerős lehet nektek az animékből, de nem is feltétlenül a McDonald's néven talán, hanem inkább a WC Donald's néven talán így jobban találkoztatok már vele. Tegye fel a kezét, aki már találkozott a WC Donald's-szal. Igen, ez a hazánkban körülbelül a legismertebb hamis márka, ugye ez olyan márka, ami valójában nem akar, vagyis olyan reklám, ami nem akar valójában reklám lenni, valamilyen oknál fogva, például, hogy ugye nincsen támogatás rá, nem kaptak szponzorációt, vagy nem engedélyezték a védjegyet, vagy nem is akartak kérni, tehát, hogy spurkodtak azzal, hogy kifizessék a védjegyre, és semmilyen úton, módon máshogy nem szponzorálta az adott márka az animét. Szóval ezek nem akarnak valójában reklámozni, de hát nyilván felismerhetőek, és már amúgy egy picike változás is elég ahhoz nekik, hogy az anime készítőinek, hogy felhasználható legyen maga a márka. És azért is szeretik ezt használni, mert hogy könnyebb ugye magának a nézőnek is azonosulnia azzal az adott termékkel, márkával, akit ugye ismer. A mi esetünkben ugye nemzetköziről van szó, tehát hogy ezt nyilván mindenki ismeri, és mindenki fogja tudni, hogy miről van szó. Tehát, hogy könnyebb így felhasználni, könnyebb azonosulni az embernek, és ezért szeretnek inkább ilyeneket használni, még hogyha nincs is védjegy, mert sokkal egyszerűbb, mint kitalálni egy új üzletnevet, egy új italnevet, egy új ételnevet, szóval a felhasználás szempontjából sokkal jobb. És hát ezekből az átszázott reklámokból rengeteget lehet találni az animékben, rengeteg példát is hoztam nektek, meg található amúgy a neten szerintem még bőven, és rendkívül szórakoztatóak, nagyon-nagyon kreatívak tudnak lenni amúgy az alkotók ezekben az esetekben, hogy hogyan módosítsák akár csak egy kicsit is ezeket a márkákat, hogy tudjuk, hogy miről van szó, de mégsem lesz ebből nekik problémájuk. És amúgy egyébként néha sokkal szórakoztatóbbak is ezek, tehát sokkal viccesebbek ezek az átírások, mint hogyha az eredetit használják, úgyhogy ez még ad egy pluszt ezeknek az animéknek és ezeknek a megjelenítéseknek, és hát ugye rossz reklám nincsen, úgyhogy ezzel is elérhetik akár a céljukat az egyes szponzorok, még hogyha nem is szponzorálták az adott animé, de tényleg, hogyha megnézzük, nagyon-nagyon viccesek, sőt, amúgy néhány külön néhány márkát is kiemeltem, amik szintén nagyon szórakoztató elnevezéseket kaptak.
például az Asahi, amit itthon is most már lehet kapni. Ugye ez egy elsődlegesen egy üdítő italokat és sört gyártó vállalkozás, ami azért van, hogy nem adja meg a védjegyet, vagy nem hajlandó kifizetni, és hát ilyen kimondottan vicces és humoros megjelenésekben is előfordul különböző animékben, mint például ez az Ószusi, ez is teljesen, vagy az Anohi, Asaki, tehát hogy rengeteg féle fajta módot ki lehet találni arra, hogyan kerüljük meg ezt az egészet, és ne kelljen védjegyet fizetni, de mégis benne legyen a márka, akárcsak. A Coca-Cola esetében itt is vannak nagyon-nagyon vicces és nagyon-nagyon jó megoldások, mint például a Cica Cola, az nekem kifejezetten tetszett, vagy a Great Cola, az is nagyon poénos, van a Cola, vagy társai, szóval ezek rengeteg-rengeteg animében fordulnak elő, még hogyha amúgy nem is vesszük észre őket, mert sokszor van, hogy így nem tűnik fel nekünk, de mégis ott vannak, és burkoltan reklámoznak, még hogyha amúgy nem is feltétlenül akarna ezek az álcázott reklámok. És akkor a következő, ugye eddig voltak azok a reklámok, amik animében jelentek meg, vagy olyan álcázott reklámok, amik szintén animében jelentek meg, de hogy ez amúgy oda-vissza működik, tehát hogy nem csak úgy lehet szponzor valaki, vagy úgy lehet támogatója egy animének, ugye, ahogy beszéltem már korábban is, hogy ugye akár csak egy részponzorál meg, és nem kér semmit, vagy csak a háttérmunkába segít, vagy speciális segítséget nyújt. De az is előfordul, hogy úgy szponzorálja meg az adott cég az animét, hogy utána megjelenik egy adott reklámba. Tehát, hogy nem csak animében jelenhetnek meg, hanem animék is megjelenhetnek reklámokba, különféle offline és offline módokon. Különféle anime karakterek, amúgy általában ismert anime karaktereket használnak, ugye nyilván amik jobban működnek ott kint Japánban, ami jobban ismert, amit jobban szeretnek, ugye például mint a One Punch Man, a Dragon Ball és társai, a Pizza Hut is az Angel Beatsnek elég sok támogatást nyújtott, és azért is szeretik ezeket használni, hogy tudjanak azonosulni, hasonulni, ugye hasonlítani a terméket az adott anime karakterre, ezért is választanak olyat. Tehát, hogy úgy próbálják meg ezeket a reklámokat kialakítani, ezeket az anime létező, meglévő híres anime karakterekkel reklámozott dolgokat, hogy párhuzamot tudjanak vonni a termék, és ugye nyilván a karakter között, tehát egy erős karakterhez egy erős termék. Tehát, hogy a termék tulajdonságát is próbálják az animével kihangsúlyozni, vagy az anime karakterrel. És hoztam példát is nektek ezekre. Elsősorban a Dragon Ball Z, ugye, reklámozza a KFC. Tehát ugye ennek az a lényege, hogyha ugye Son Gokunak jó a KFC, akkor a hétköznapi embereknek is jó. Amúgy ez egy ilyen termékkapcsolás volt, tehát hogy a KFC adott egy ilyen Dragon Ball-os poharat, és akkor ezt láthatjátok most, úgyhogy kérném szépen az első videót. Ikuzo, Kentucky! Chikinkute tsuyoku natsu! Hikaru Dragon Ball tsuki saikyou setta ja! ケンタッキーでソーグッIgen, néha tudnak elég fárasztóak is lenni ezek a reklámok. Főleg szerintem itt nem is az eredeti szinkron hangja volt Son Gokunak, úgyhogy ezek még adnak egy kis pluszt ennek a dolognak, és itt ugye megfigyelhetjük, hogy magának a KFC reklámnak, ugye Son Goku az anime karaktere, és ugye ezt próbált egy párhuzamba vonni, illetve ugye mivel megtámogatta az animét, így ezzel az ajándékkal, a Dragon Ball Z-s ajándékkal, így ez egy ilyen pluszt ad az egésznek. Hoztam, igen, a Tiger and Bunny, nem tudom, ismeritek-e, ő pedig a Pepsi-t reklámozta. Hát ugye nagyszabású anime, nagyszabású termék, ezt a párhuzamot próbálták így összevonni. Nézzük is meg szerintem.
Igen, egy kis rövid szösszenet. Amúgy általában a reklámok csak pár másodpercesek szoktak lenni, ugye a TV spotok ezek általában egy maximum egy fél perc, tehát 30 másodperc, de átlagban ilyen 10-20 másodperc körül szoktak lenni, de itt is jól láthattuk azt, hogy próbálták a párhuzamot összevonni, és a Tiger and Bunny kedvelői között népszerűsíteni a Pepsi Maxot, vagy Nexet, bocsánat, és úgy fellendíteni a forgalmat. Hát nem tudom, mennyire sikerült nekik, de minden esetben nagyon jó kis szórakoztató dolgokat tudnak így összehozni. A következő pedig, amit hoztam nektek, az pedig a Gundam. Itt láttam is amúgy kint egy Gundam cosplayt, hogyha jó volt a szemem. Ő pedig az Instant Ramen-t reklámozza. Hát nem tudom, hogy pont egy meha az, ami a legjobb erre, de nézzük meg. Na hát igen, nem tudom, tegye fel a kezét, aki ez alapján kedvet kapott ehhez a instant dologhoz. Na hát akkor végül is sikeres volt a reklám, van itt pár jelentkező. Igen, amúgy nagyon tetszett a reklámban, bár úgy párhuzamot nem tudtam vonni nagyon így a maga a Gundam és a instant dolgok között, de hogy az nagyon tetszett a reklámban, hogy nagyon helyhű volt, autentikus hely, ugyanis Odaibába vették fel a háttér, ahol volt ez a Gundam, mert hogy ott található amúgy konkrétan egy Gundam szobor, úgyhogy feltételezem ezzel is hozták párhuzamba ezt a kettőt. A következő pedig egy One Piece reklám, ami a Fantának a különböző új ízesítéseit reklámozza. Ez elvileg már egy kicsit nyugatiabb reklám, tehát nem annyira japán, de azért szerintem még a japán reklámokra illő meghökkentő faktor szintén játszik. Nagyon szórakoztató, és illetve hát ugye elég népszerű animéről beszélünk, még mai napig fut Japánban, és rendkívül nagy népszerűségnek örvend. Szóval nézzük, hogy ezzel kapcsolatban mit alkottak. Igen, szóval jót tudnak alkotni amúgy a reklámok. Mármint a japán reklámok, különben ez a One Piece Rapnek is nevezett Fanta reklámsorozat, ez több fajtája is van, tehát hogy több bet is felfedezhetek, hogyha gondoljátok, nézzétek meg a YouTube-on, tényleg rengeteg van. Belőle egy egész sorozatot alakítottak ki így a One Piece-szel kapcsolatban, és ugye hát persze maga az anime is megjelenik a termékükön, ez is egy plusz dolog. De hát ugye nem csak reklámok vannak animébe, és álreklámok vannak animébe, illetve reklámok anime karaktere, hanem már eljutott oda a szintre, és nyilván ez a egész Japánban, hogy már vannak olyan reklámok, amik nem konkrét anime karakterekkel vannak, hanem kitaláltakkal. Tehát, hogy animésített reklámok, amik ugye nem animékkel vannak, nem létezőekkel, hanem vagy kitalált karakterekkel, tehát van hogy csomó cég, aki már saját anime karaktert fejlesztett ki magának, készített el és használja fel, illetve hát ugye nem meglepő módon rengeteg reklámot készítenek odakint animésítve, ami mondom nem azt jelenti, hogy meglévőt, hanem sajátot készítenek. Saját gyártások, saját karakterekkel, illetve saját kinézettel, és ehhez akár nagy rendezőket is felhoznak példának. Az első, amit hoztam nektek, az a McDonald's-nak a reklámja, ez már kicsit hosszabb, tehát ezt nem kifejezetten tévébe szánták, hanem szerintem online hirdetésekre. Ebben pedig azt fogjuk látni, hogy ugye most a McDonald's nem arra akar kimenni, hogy megvegyük a termékeiket, elmenjünk hozzá, és nagyon szeressük őket, hanem hogy a fiatalokat próbálja megcélozni, a fiatal álláskeresőket, hogy milyen klassz a McDonald's-ba dolgozni, úgyhogy figyeljétek, hát ha valaki kedvet kap. Szerintem nézzük.
緒にやらない？スマイルください。お持ち帰りになさいますか？先輩さすが。お待たせしました。あ、失礼いたしました。こちらをどうぞ。落ち着いて。スマイルください。どうぞ。わー、先輩グッジョブ。お世話になりました。よし。ねえ、あれ？一緒にやらない？未来の私につながってる。パラッパッパッパーン。Igen, szóval csatlakozunk a McDonald's-hoz. Azért ez mennyivel jobb és barátibb szerintem, mint amik itthon vannak, tehát főleg így animésítve ez adna egyébként itthon is egy pluszt ennek az egésznek. Nagyon jól megcsinálták ezt az egészet, nagyon jól feldolgozták, és amúgy sok márka van az, aki már konkrét stúdiókkal, tehát animés stúdiókkal is dolgozik együtt, vagy csak rendezőkkel, mint például a Taisei, hogyha jól mondom, építőipari vállalkozás, ilyen mérnöki cég, aki konkrétan Shinkai Makotót kérte fel a reklámjának a megalkotásához, ahol szintén ezt a egyrészt egy zenekart akar benne népszerűsíteni, illetve magát a céget, és hogy ugye minél szerethetőbb vállalkozás legyen. Tehát konkrétan mondom, ilyen animés rendezőket is fel lehet kérni, nem csak stúdiókat, hanem rendezőket is. Shinkai Makoto egyébként a Kimi no Na wa, hogyha így esetleg ez, ami most így legújabban rémlik nektek, arról lehet ismerős, és ugyanezt egyébként meg is láthatjuk, fel is ismerhetjük különben ebben a reklámban, úgyhogy nézzétek! Oyaji wa dekakatta. Ore wa sono kage kara detakute. Koko ni nokotta ra yokan. Narubeku toi basho ni ikitakute. Suki ni shiro. Hissi datta. You can change change change. Me o sorasanai de. Vietnam. Noi Bai kūkō. Kono kuni no sekai e no genkan o tsukuri nagara. Ore wa tabun ano hito no senaka o otte iru. Taisei Kensetsu. Igen, szóval ez egy brandépítő reklám volt, és mondom, azért elég jól felfedezhetőek Shinkai Makotónak a stílusának a vonásai, hogy ő ugye az eddigi munkáit is belevitte, és akkor, hogyha ilyet szeretnénk, akkor akár őt is fel lehet így kérni magunknak. Szokták is amúgy elég gyakran, mondom, ezt alkalmazni, hogy ilyen partnerekkel dolgoznak együtt. Akit még hoztam nektek... Igen, az pedig a Windows, pontosabban ez a reklám most a Windows 7-ről fog szólni, egy Naomi karakter, tehát hogy a Windows már eljutott oda, hogy egyrészt animésíti a reklámjait, vagy ilyen tájékoztatóit, vagy az ilyen oktató filmjeit, és kitalált magának saját anime karaktert, és az fogja elmagyarázni nekünk ezt az egészet. Amúgy minden operációs rendszerének saját anime karaktere van, saját kis kabalája, amit használ az összes ilyen filmjénél. Konnichiwa, Madobe Nanami desu!窓辺ななみの Windows 7で自作応援コマーシャル。ななみがおすすめする DSP 版 Windows 7、簡単快適早い。自分のパソコンを自作しましょう。これくらいの PC ケースにマザーボード、CPU、メモリ、グラフィックボード、ハードディスク、DVD、出来上がり。お好みの自作パソコンを皆さんも作っちゃいましょう。すーこわ。触って動く、やっぱり楽しい。あ、かわいい。テレビも簡単、画面操作もとっても簡単。あれ、ナナミちゃん、ネジはまってないよ。またやってしまった。あなたも Windows 7で自作パソコンを楽しもう。
Igen, szóval ilyenből is rengeteget láthatunk, hogy saját anime karaktert alkalmaznak. Tehát lényegében azt hiszem ez volt az utolsó kis videós, igen. Szóval lényegében a japán reklámok, animék és reklámok szövetsége elég sokrétű, tehát hogy többféle módon meg lehet közelíteni a dolgot, tehát szerepelhetnek reklámok, termékelhelyezések, márkák, animékben, lehetnek olyan is, amik ilyen fékek, tehát hogy álcázottak, hamisak, úgymond, illetve hát ugye ki is hozzák ezt magukba a reklámok világába, és létező anime karakterekkel, vagy kitaláltakkal, vagy animésítettekkel. Tehát, hogy rengetegféle módon alkalmazzák a reklámokat animék kapcsán, és sokszor igen furcsa, vicces szövetségek alakulnak ki ebből, de hát ugye megérthetjük, hogy ez jól működik, és rendkívül jól működik egyébként tényleg Japánban. Nagyon-nagyon sokrétű, ez már úgy teljesen beleívódott a hétköznapokba, mint amúgy bármi más. Tehát, ahogy megyünk munkába, körülbelül ma olyan általánossá vált, ezt igénylik, ez van ott, ezt szokták meg, ezt szeretik, és hát ugye kell is, mert mint említettem, ugye rettentően költséges egy anime elkészítése, úgyhogy jó, hogyha betámogatják így, hogyha legalább már egy fizetést kifizetnek, már az is szerintem nagy segítség, és ennek szerintem mi, mint anime fogyasztók, mondjuk reklám nem kedvelők feltétlenül, de mint anime fogyasztók szerintem ennek mi örülünk, hiszen így lesz egyre több anime a piacon. És hát ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet!